sem elég szer, igaz szerelem ír, békessége ír, ennek a világnak, annak a világnak, minden tudadni, ingyen odaadni, de ami kincsen nincsen, ugyanadnám ingyen. Próbáljunk most mi, és akkor legyen egy hangverseny, mit szóltok hozzám? A szószoros értelmében hangverseny, mert hogy hangban fogunk versenyezni, kinek szebb, meg erősebb, meg szebben éneklős a hangja. Erre lennék kíváncsi, hogy vajon a fiúké vagy a lányoké? Szerintetek? Akkor próbáljuk meg, hogy a lányoké az elsőbség, most próbáljuk meg azt, hogy a lányok énekelnek csak, a fiúk pedig értékelik, hallgatják, aztán értékelik tapssal, vagy éppen füttyel. Szóval, egy, két, hát lányok, ami nincsen, nincsen, hogy a nagyon nehéz lesz szüperedni őket, úgyhogy ne hozzatok szégyent rám, vannak itt fiúk, tegyék fel a kezüket. Na, akkor bátran, egy, két, hát. Ami nincsen, nincsen, ugyan adnám ingyen, ennek a világnak, annak a világnak. Ami nincsen, nincsen, ugyan adnám ingyen, ennek a a fiúknak, és Szentes Gézsnek, nagyon köszönjük nektek! Nagyon szépen is köszönjük! Hát szerintetek meghallgatjuk a tanító néniket és tanító bácsikat? Akkor most maradjatok szépen csöndben, mert bizonyos sokkal kevesebben vannak, mint mi, viszont nagyon szépen énekelnek, mint az angyalok, de ez nagyon csöndben kell lennünk, hogy halljuk is őket. Akkor egy, két, hát! Ami kincsen, nincsen, ugyanaz rám ingyen, ennek a világnak, annak a világnak, ami kincsen, nincsen, ugyanaz rám ingyen, ennek a világnak. Na, tapsok a kalitúrénynek is! Köszönjük szépen! És most végül, végezetül együtt mindenki a lehető leghangosabban. Egy, két, három!